Sok szeretettel köszöntök mindenkit a zenevem Tamás Zsolt. A Xiaomi annak idején azért lett híres és azért tört be a köztudatban, mert a remek árérték arányú telefonokat dobott piacra, a Redmi Note sorozat pedig mindig is nagyon fontos volt a márkának a számára, hiszen bizony ides tova már több mint 240 millió darabot adtak el belőle világszerte. Jöttek a különböző generációk, most pedig már a Redmi Note 11-es sorozatnál tartunk, ami áll a Redmi Note 11-ből, a 11S-ből, a 11 Pro-ból, valamint a 11 Pro 5G-ből. Hát igen, négyféle telefon a Sammitól megszokott módon rengeteg készülékkel lehet találkozni, lényegében egy sorozaton belül is. A mostani videóban pedig a Redmi Note 11 Pro-val foglalkozom, amit a Gobo juttatott el hozzám tesztelésre. Ez pedig egy olyan készülék, ami egy picit gyengébb processzorral rendelkezik, mint a Pro 5G. Ennek köszönhetően pedig az 5G-ről is le kell mondanunk, viszont olcsóbban hozzá tudunk jutni, és mégis megkapjuk a 120 Hz-es AMOLED kijelzőt, a 67 wattos villámgyors töltést, a kellemes processzort, valamint a 108 megapixeles kamerát, szóval érdemes elgondolkodni Megér az 5G több tízezer forintot. Ja, nyilván azért jobb hardwaret is kapunk több pénzért, de ettől még áll a kérdés. Kezdjük rögtön a kicsomagolásról, hiszen rengeteg mindent belapakolt a gyártó ebbe a kis dobozkába, nyilván benne van maga a Redmi Note 11 Pro, ezen kívül pedig kapunk egy tokot is, hogy védjük a hátlapot, néhány használati leírást, nem beszélve a sim tűről, az USB-C kábelről, valamint a 67 wattos adapterről. Tényleg azért ez elismerése méltó, hogy már a Samsungtól kezdve az Apple a közép és a felső kategóriákból is kiszedte az adaptert, a Xiaomi pedig még egy ilyen 100 ezer forint környéki telefonhoz is ad, ilyen teljesítményű töltőfejet. Maga a készülék pedig jól néz ki mindössze mindössze 8,1 mm vékony, ezen kívül pedig 202 g -ok nyom és IP53-as védettséggel rendelkezik. Picit széles és magas, tehát egy kézzel nem könnyű használni, de az anyaghasználat az rendben van, és jó az összeszerelési minőség is. Nyilván a jobb oldalra került a hangerő szabályzó billentyű, valamint a bekapcsológomba, mivel új lenyomatolvasó szenzort is építettek, ez gyorsan, precízen, korrektül működik és biztonságos is. Felül elég nagy a tumultus, hiszen van egy 3,5 mm-es jack csatlakozó, egy infra, egy másodlagos mikrofon, valamint egy hangszóró, aminek van egyébként alul egy másik párja, hiszen sztereó hangzásra képes a készülék. alulra került a beszélgetési mikrofon, az USB-C csatlakozó, valamint egy tálca, amire két darab nanoszimet helyezhetünk. A bal oldal letisztult, üresen maradt, a hátlap pedig üveg, mat, nem gyűjtő jelentősen az újlenyomatokat, illetve van még négy darab kameránk is, illetve egy villanunk, ezekről majd később fogok szót ejteni. Az előlap a legizgalmasabb pontja szerintem a telefonnak, hiszen egy 6,67 es 1080x2400 pixel felbontású, 120 Hz-es képfrissítéssel rendelkező AMOLED panel találunk itt, gyönyörű színekkel, lényegében végtelen betekintési szöggel, és rendkívül jó, akár maximálisan 1200 nites pontszerű fénysűrűséggel, ami nem csak beltéren jól olvasható, hanem kültéren is, tehát tartalomfogyasztásra maximálisan alkalmas legyen az videó, böngészés, vagy bármilyen más. Tényleg remek ez a panel, és tök, hogy már ilyen minőséget kapunk ebben a kategóriában is. Gorilla Glass 5 üveg védi, belül pedig a hardware nem más, mint a Mediatek Helio G96-os lapka. Tehát ameddig a Pro 5G-ben egy Snapdragon 695-ös duruzsol, addig itt egy 12 nanométeres megoldással kell megelégednünk. Ez nem rossz, de azért egy 20%-kal gyengébb a benchmark eredmények is jól mutatják, hogy hát visszafogottabb a teljesítmény, de mindennapi használatra azért elegendő. 6 vagy 8 gb RAM-mal lehet megvásárolni a terméket, a 6 gb hoz 64 vagy 128 gb adattároló jár, méghozzá UFS 2.2-es tárolóegységről van szó. A grafikus gyorsító nem más, mint egy Mali G57 MC2, ez azért nem egy bivajerős GPU, de azért a játékok futtatására alkalmas, nem csak az Angry birds hanem például a PUBG-t is képes azért elfuttatni, szóval játszani lehet a telefonon, az pedig mindenképpen előnyös tulajdonsága, hogy nem melegszik még komolyabb terhelés során sem. A hardware illetve a kijelzőt a MIUI 13 fölött, valamint az Android 11 operációs rendszer egészíti ki, alig hanem most már sokan ismerik ezt a felületet, ami remekül személyre szapható, a föld alakra rakhatunk ki, vagy éppen gyorsbáltási ikonokat is találhatunk itt, ezen kívül pedig van egy olvasónk, hogy állon de a naprakészek legyünk felülről pedig le tudjuk húzni az értesítési felületet, valamint itt is vannak még ilyen gyors váltási kapcsolók, amelyeket bármikor szabadon konfigurálhatunk, gyors a rendszer, responszív, illetve pillanatok alatt meg tudjuk nyitni a háttérben futó alkalmazásokat is. Mint a mondtam, rengeteg konfigurációs lehetőséget tartalmaz a rendszer, például az Always on Display funkció és képernyő zárnál, mondjuk továbbra is és mindig elmondom hihetetlen, hogy az Always on az miért csak 10 másodperc limitálja a Xiaomi, szóval ennyire tud felvélni a kijelző, hogyha valamilyen értesítés érkezik, viszont vannak különböző értesítési hatások is, plusz fel tudjuk ébreszteni a kijelzőt felemeléssel, vagy éppen dupla koplintással is. A megjelentésnél van a sötét mód, amit ütemezni is lehet, ilyenkor azért nyilván szemkímélőbb és energiatakarékosabb is a rendszer. Állíthatjuk a fényerőt, és van napfényüzemmód is, hogy kültéren biztos láthassuk a panelt, valamint nem maradt ki az olvasó mód, egy picit ilyen melegebb fehér öltözik ilyenkor a rendszer, tehát kellemesebb lesz az olvasás esténként. A színséma vagy terített, vagy éppen normál lehet, ennek köszönhetően nyilván amelyik a szemünknek a legkényelmesebb, a frissítési rátát pedig 60-ra vagy 120 Hz-re állíthatjuk, utóbbi sokkal gyorsabb és sokkal természetesebb felhasználó élmény garantál. A hangoknál és a rezgéseknél, amit kiszoktam emelni, az a haptikus visszajelzés, lényegében különböző mozdulatokra vagy gomnyomásra meg tud rezenni a telefon, ezzel is mutatja, hogy milyen funkciót értünk el. Az értesítések és irányítóközpontnál vannak értesítési hatások, alkalmazás értesítések, valamint az irányítóközpont stílusát és megváltoztatjuk az új verzió, vagy éppen a korábbi verzió szerint. Ezen kívül van még kezdő képernyő, ahol például helyet kapott az alkalmazás fiók, hogy ne csak a főképernyőről érjük el a legfontosabb alkalmazásokat, hanem legyen egy menü is ennek, illetve a rendszervezérlés lehet gomboknak a segítségével, vagy pedig kézmozdulatokkal. Utóbbi talán egy picit kényelmesebb megoldás, és mindenképpen több teret ad a különböző ikonoknak és a tartalomnak háttérképeket és témákat is be tudunk állítani a jelszavak és biztonságnál, pedig itt van az új lenyomot olvasa, amit már mondtam, hogy gyorsan és precízen működik, valamint a kérdés és arcalapú feloldás is. A további beállításoknál van még a képernyő felvevő, az egykezes használat, ami esetleg segíthet zsugorítani a képernyőnek a méretét, illetve a memóriabővítmény, ami 2 gb tud memóriaként alokálni a háttértárolóból, ezzel is időtállóbbá téve a rendszert. A speciális funkcióknál nem csak az egyszerű modem emelhető ki, hanem az oldalsáv is. Ezt már a MIUI 13 hozta el ennek a telefonnak, lényegében egy külön kis csúszkának a segítségével, bármikor kép a képben funkcióval meg tudunk nyitni egymás fölött két alkalmazást is, tehát böngészés közben esetleg megnézhetjük a Google Maps-en, hogy hol van az adott bolt. Alkalmazás kínálat terén is jó néhány dologgal találkozhatunk, például itt vannak a különböző Google Applikációk, a pont azért, hogy letírtsunk különböző számokat, vagy a különböző felesleges fájloktól megtisztítsuk a rendszert. Nyilván ezen kívül is sok más van még, talán a legfontosabbak például az időjárás, ami szép grafikával rendelkezik, valamint a mi távirányító, a felüllévő infrának a segítségével tudunk vezérelni különböző eszközöket. Ezek azért bizony jól tudnak jönni a mindennapokban, nem beszélve a naptáról, vagy éppen a számológépről. A rendszer egyébként egész stabil és gyors, nyilván vannak apróbb megakadások, de ez csak ritkán fordul elő, egyáltalán nem idegesítő mennyiségben, ami pedig még jobb, hogy terhelés alatt sem melegszik a telefon. Kamerás fronton azért van egy 108 megapixeles főegységünk hátul, méghozzá f 1,9-es rekeszértékkel, emellé pedig jár egy 8 megapixeles, 118 fokos látószögű nagy látószögű egység, valamint két darab 2 megapixeles egység, az egyik a mélységet méri, a másikat pedig a makrofotozásra lehet használni, selfizni is lehet, ez kamerajuk formájában a kijelző tetején található meg, 16 megapixeles selfie egységről beszélünk. A kamera szoftver jól használható és már jól ismerjük, egy gomnyomással tudunk váltani a különböző lencsék között, ezen kívül pedig van még vakú, HDR mód, mesterséges intelligencia, különböző filterek, nem beszélve a három vonalacskáról, ahol van képarány, időzítő, filmkeretezés, rácsonalazás, makromód, vagy éppen időzített uh, sorozatfelvétel is. Videózni 1080p 30 fps-ben lehet, ami hát édeskevés. Tehát ezen az áron már azért minimum 60 FPS-nek kellene, hogy legyen, de hát csak 30 FPS-ben limitálta nem csak a Pro-nál, hanem a Pro 5 g is a ezeket a lehetőségeket. Ez számomra eléggé visszataszító. Én, aki videózom, ezt nagyon nehezen emésztem meg. Annak viszont örülök legalább, hogy van professzionális mód, izó, záridő, expozíció, korrekció és különböző beállításokkal portrémódunk is adott, ezen kívül lassított felvétel, dokumentum, nagy felbontású fotó, panoráma, dual video, szóval sok mindent azért tudunk csinálni. A fényképeknél pedig vannak még különböző beállítási lehetőségeink is, vízjelekkel láthatjuk el, hangerőgombok műveletét is szabályozhatjuk, illetve akár azt is megadhatjuk, hogy az exponáló gomb hosszan lenyomva videófelvételt készítsen, sorozatfelvételt vagy fókuszáljon. Nyilván a nagy számok törvénye szó szóval szerint, hogy azért nappal jó felvételeket készít a Redmi Note 11 Pro is, a 108 megapixeles szenzor helytáll, kellemes a dinamikatartomány, jó a vonalélesség és jó a részletgazdagság is. Igazából tényleg jó felvételek lőhetők, hát nyilván most már egy ilyen kategóriájú telefonnál ez el is várható, szóval lehet itt fotózgatni jobbra-balra, teljesen természetesek lesznek a különböző végeredmények. A nagy látószögű szenzor nappali fényviszonyok között még helytáll, egy picit talán már látszik, hogy a torzítás miatt a szélek talán már homályosodnak, de nem vészes mértékben, teljesen jól használható, más a perspektíva és látványosabb végeredmények születnek így. Tehát én azt mondom, hogy nappal azért a Redmi Note 11 Pro jól használható kameratelefon, Éjszaka már más a helyzet. A, igazából a 108 megapixeles kamera még ilyenkor is helytáll, tehát rendben van. Lámpafénynél azért nem mindig találja el a fehér egyensúlyt igazából a részletgazdaság, illetve a vonalesség még teljesen a vállalató kategória fölött található, tehát nyugodtan lehet ilyenkor is fotózgatni vele. Ha viszont a nagylátószögű kamerát használjuk, akkor akárcsak a Redmi Note 11 Pro 5G esetén. Nem azt mondom, hogy használhatatlanak a felvételek, de minigében nem venném elő, hogyha fotózni szeretnék, mert nagyon elmosódnak a felvételek, próbálja az algoritmus a zajt szűrni, de éppen ezért lesznek homályos vizetek a felvételeken, a fókuszpont sem éles tényleg nem szépek ezek az éjszakai fotók, tehát a Redmi Note 11 Pro, illetve Pro 5G is nagy kamera tekintetében éjszaka, hát finoman szóval sem teljesít jól, makrofotózni pedig aztán pláne nem szabad éjszaka. Videózás tekintetében bár elektronikus stabilizálás legalább van, de hát nyilván a képminőség ilyenkor sem éri el azt a szintet, amit ettől a kategóriától én vagy akár bárki más elvárhatna, ez az 1080p 30 fps, ez kevés, nem szépek a felvételek, nem jók a részletek, és igazából hát videózással nem azt mondom, hogy alkalmatlan, de csak ritkán alkalmas ez a készülék, nem csak nappal, hanem éjszaka is. Jól láthatók a tesztfelvételek. Ami igyekszik ellensúlyozni ezt a fájdalmunkat videózás tekintetében, az az 5000 mAh kapacitású akkumulátor. Mondjuk a MIUI sem egy olyan takarékos rendszer azért, de egy-két napos üzemidőt lazán kibírja a telefon egy feltöltéssel, és akkor sincs baj, hogyha merül, hiszen a melléket 67 wattos töltőadapternek a segítségével 51%-ra mindössze 15 perc alatt feltöltető, szóval lényegében, ameddig megevédelünk, megiszunk egy kávét, vagy esetleg letusolunk, már fél nap műzemidőt legalább belepumpáltunk az akkumulátorba, tehát ilyen téren már az üzemidő lassacskán, hát idejött múlt probléma, nem is kell ezzel annyira foglalkozni. Az adott kommunikációs szempontból pedig lényegében mindent tud a telefon az 5G-n kívül, hogy ott van a dual SIM támogatás, az infra, a wifi, az NFC, tehát mobil fizetése is alkalmas a készülék, gyorsan pozícionál a beépített GPS-nek köszönhetően, és Bluetooth 5 sorozatú chip is található. Benne. A gobo pedig maga a készülék 6x64 gb kivitelben nagyjából átszámolva most 279 euró, tehát az olyan 100 pár ezer forint. Ennyit azért megér. Nyilván a 64 GB azért nem sok, és manapság már könnyedén fotókkal tele lehet rakni, főleg, hogyha 108 megapixelt választunk, de még azért el lehet viselni teljes mértékben. A 6x128 gb változat már azért átszámolva, most, amikor elég rossz a forint, olyan nagyjából 120-121 ezer forintra jön ki, annyiba kerül már nagyjából Magyarországon is, és hát körülbelül egy 20 forinttal a több a Pro 5G. És ezt a 20 ezer forintot azzal próbálja kiküszöbölni, vagy visszaadni nekünk a telefon, hogy egy 20%-kal gyengébb a benne lévő processzor, de mindennapi használata még így is elegendő. Kérdés viszont, hogy meddig jön majd rá szoftveres támogatás, és mondjuk egy-két év múlva mennyire lesz használható az a rendszer. Elvileg ugye maga a MIUI 13 pont úgy készült, hogy hosszú távon is a lemeztörezettség az alacsony szintű maradjon, és ne, ne csökkenjen a sebesség még 3 év használat után se. Csak csak nagyjából 96%-ra, tehát elvileg minden rendben lesz, aztán majd meglátjuk. A gobó ráadásul egyébként spanyol raktáról számít, tehát nem kell áfát vagy éppen vámot kivizetni, amennyit ott láttok, és még egyéb kupont is igénybe tudtok venni, annyit kell kivizetni. Tehát nagyjából ezen a 100 ezer forintos árkategórián kapjátok meg ezt a telefont, ami 127 es AMOLED kijelzővel, 108 megapixeles kamerával és 67 wattos töltéssel is rendelkezik többek között. Ennyiért azért azt mondom, hogy nem rossz ajánlat ez a készülék, ennyiért lehet szeretni, ennyiért lehet használni, és ennyiért igazából, hát hogyha valaki bevásárol vele, akkor nagyot csalódni nem fog, többet viszont azért semmiképpen nem ér. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, a vásárláshoz pedig kattintsatok a videó alatti leírásban található linkre, ne felejtsetek el követni TikTokon sem, sziasztok!